Dicsértessék Jézus Krisztus, erős vár a mi Istenünk áldás, békesség. Szeretettel köszöntök mindenkit újra itt a Szent Szív templomban, és a mai alkalommal egy kicsit rendhagyók leszünk abból a szempontból, hogy nem a következő vasárnapi evangéliumról szeretnék szólni pár szót, hanem ha már a Szent Szív templomban vagyunk, és most ünnepeltük, mármint, hogy múlt héten, vagy nézőpont kérdése, ennek a hétnek a elején, vasárnap, ennek a templomnak a búcsúját, akkor pont Jézus Szent Szívének az ünnepnapi szent leckéjéről, és magáról erről az ünnepről szeretnék pár szót szólni. Éppen ezért most nem az evangéliumot, hanem a szent leckét olvastam föl, amely Szent Pál apostolnak az efezusiaknak írt levelében volt, és abból is a harmadik fejezetből pár verset olvasnék. Testvéreim, nekem az összes szent közül a legkisebbnek jutott osztály részül a kegyelem, hogy Krisztus felfoghatatlan gazdagságát hirdessem a pogányoknak, és megvilágosítsak minden embert, hogyan valósult meg ez a titok, amely kezdettől fogva el volt rejtve minden teremtő Istenben. Hogy most az egyház által az Isten szer fölött sokrétű bölcsessége nyilvánvalóvá legyen a mennyei fejedelemségek és hatalmasságok előtt. Ez volt az ő örök szándéka, amelyet Krisztus Jézusban, ami Urunkban megvalósított. A benne való hit által van reményünk és biztonságos utunk Istenhez. Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt. Tőle származik minden közösség az égben és a földön. Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy lelke által megerősödjetek benső emberré, hogy a hittel Krisztus lakjék szívetekben, gyökeret verjetek, és alapot vessetek a szeretetben. Akkor majd fel tudjátok fogni az összes szenttel együtt, mi a szélesség és a hosszúság, a magasság és a mélység. Megismeritek Krisztusnak minden értelmet meghaladó szeretetét, és beteltek az Isten egész teljességével. Krisztusban, kedves testvéreim, Jézus Szent Szívénél szoktuk mondani az evangélium kapcsán, ami egy kicsit jobban kifejező, ám mégis a szent lecke lesz az, ami számunkra izgalmassá válik. Az evangéliumban, amikor erre az ünnepre érünk, ott mindig a lándzsával átszúrt oldala mutatkozik meg számunkra, és hogy azt szoktuk mondani ebből, hogy ezáltal válik láthatóvá számunkra az Isten embernek a szíve. És Ferenc pápa pont ehhez az ünnephez, illetve egész június hónapra, ami Jézus szívéről szól, mondta, egy Twitter üzenetben, ami nem ugyan nem valami hivatalos, sőt nem is tudományos, de lehet, hogy most inkább arra van szükségünk, hogy személyes legyen, hogy a szent szívet azt nem megérteni kell, hanem szemlélni. És ez mindig imádságban fog megmutatkozni számunkra. És pontosan ez a szemlélet, vagy szemlélés, és ez az imádság fogja megadni azt, amiről Szent Pál az efezusiaknak is írt, hogy amikor gyökeret tudunk verni, alapot tudunk vetni a szeretetben, és minden más sallangot le tudunk erről vetni, akkor egy olyan értelmi megismeréssel fogunk találkozni, ahol a szélesség, hosszúság, magasság és mélységnek az igazi értelme tárul elénk. És éppen ezért ismeret érdemes megjegyezni azt, hogy maga a tud, ismer, ige, a héberben a yada, annak milyen jelentéstartalma van. Nem bibliai eufémizmus, mint sokan szokták mondani, hogy Ádám megismerte Évát, hogy hú, hogy nem szabad a Bibliában leírni azt, hogy szeretkeztek. Nem, van ilyen jelentése, pont. Nem jelent más, mint hogy az ember megismert dologgal, vagy megismert személlyel egyé válik.
Aki már vizsgáztatott, az pontosan tudja, hogy milyen az anyagot hallgatni úgy, amit a vizsgázó elmond, hogy konkrétan köze sincs hozzá, csak így valamit így visszamond. Nem válik egyé a megtanulandó, elsajátítandó dologgal. Ugyanígy emberekről tudunk úgy véleményt alkotni, hogy gyakorlatilag bizonyos információink vannak róla, ám mégis eme információk csupán ilyen vékonyka kis szeletkék az ember életéből. De fényévnyi távolságra vagyunk attól, hogy azt mondjuk, hogy én megismertem őt. Férj és feleség, aki már hosszú éve azok, mégis tudnak egymásnak 50-60 év után meglepetést nyújtani a másikból. Szóval mit jelent egyé válni a másikkal, az mindig egy hosszú folyamat, és hogy ennek van mind értelmi, mind akár mondhatnánk szexuális, mind ennek az igazi lényegét megragadva az egyé válásnak egy folyamata. Éppen ezért, mint a Szentírásban is, nem megtanulni kell, felmondani kell a Szentírás szövegét, hanem abból a szempontból egyé válni vele, hogy az Isten igéjével egyé válok. Ezért mondták az ókorban is Szentírás tudósok, vagy akkor még csak úgy hívták őket, hogy papok vagy szerzetesek, hogy a Szentírásnak egyetlen egy szavát sem lehet egy egész életen át befogadni, és teljes mértékben kimeríteni. Azaz a megismerés ebből a szempontból az egyé válásnak egy rendkívül izgalmas folyamata, és ez az, amiben meghív bennünket Jézus szívének az ünnepe. Amikor a lándzsával átszórt oldalt nézzük, és valahol benne föltárul számunkra a Szent Szív, és elkezdjük szemlélni ugyanezt, akkor egy ilyen megismerés folyamatba lépünk bele. És ebben jutunk el oda, hogy megértsük Szent Szívet szemlélve, a szeretetben gyökeret verve, vagy alapot vetve, ahogy Szent Pál mondja az efezusiaknak írt levélben, hogy mi is az igazi szélesség. És mondhatunk itt furcsa távolságokat, ám mégis az igazi szélességet akkor tudjuk felfogni, hogyha megadjuk magunknak azt az esélyt, hogy felfogjuk, vagy szemléljük legalább Krisztusnak a szélesre tárt kezeit, amivel át akar ölelni bennünket. Hogy mit jelent Krisztusnak az átölelő keze, szélesen ölelő keze, hogy minden egyes embert magához akar ölelni. És ebben benne vagyok én is. Ebben benne van a néző is, és ebben benne van mindenki más is. És én bármennyire is ezt a horizontot szemlélem, ezt a gyakorlatilag senkit ki nem hagyó ölelő kezet, mégis végtelenül a jelenben vagyok, végtelenül a közelben vagyok, amelyben megtapasztalom azt, hogy itt és most engem ölel az Úr. A szeretetben gyökerező szélesség az nem más, mint Jézusnak az ölelő keze, amely átölel mindannyiunkat. És ebben nincs kivétel. És ha megnézzük templomunkban is Jézus szívének a szobrát, elméletileg mögöttem, akkor valahol azt látjuk, legalábbis én ezt szeretem benne látni, hogy mintha ölelésre indulna el Jézusnak a keze. Mintha ebbe az ölelésbe hívna meg mindannyiunkat. Azaz, az igazi szélességben mégis azt az origót látjuk, amelyben itt és most engem át akar ölelni az Úr, és át is ölel. És valahol ezt mi is érezzük és tudjuk. Nagyszülők, akik minden egyes unokát szeretnének átölelni, és mégis néha úgy érezzük, hogy mintha kevés lenne, vagy vékony lenne, vagy bármilyen problémával küszködik az ember, hogy nem tudj minden unokát átölelni. Krisztusnak a kereszten ölelő keze
az azt mutatja számunkra, hogy minden egyes embert ugyanúgy át akar, és át is tud ölelni. A megváltásunknak a szélessége minden egyes emberre vonatkozik. És ez az, ami az Isten szeretetében, amelyet szeretünk a szívvel azonosítani, mutatható meg leginkább. És ebből fakadóan értjük meg azt is, hogy mit jelent az igazi hosszúság. És úgy szintén nem fizika órából vett távolságokat kell elsősorban sorolni, hanem az igazi hosszúságot, ezt a görög tükörfordítással és nagyon sok nyelv tükörfordítással adja vissza egy görög makrotűmia szót, ami annyit jelent, hogy hosszan tűrő. Mert a makro az ilyen nagyon nagyot jelent, viszont van benne hosszúság értelmezés is, és a magyar pontosan ezt veszi ki. Mit jelent hosszan tűrni? Mit jelent újból és újban? Ezt minden egyes szülő tudja, hogy gyermekkel kapcsolatban meg kell tanulni a számára a hosszan tűrést. Hogy gyermek azért gyermek, mert feszegeti a határokat, és nem csak a saját képességeinek a határait, hanem sokszor a mi türelmünknek a határait is. És most, hogy kezdődik a nyári szünet, akkor újból lehetőség lesz ennek a nem túlságosan kellemes élménynek az újra átélésében, vagy épp a bizonyítványosztáskor újbóli átélésre. De hogy mégis az igazi hosszúság az az Istennek a végtelen hosszú türelme irántunk. Az a szív, amely mint a tékozló fiú történetében is van, a folytonosan hazaváró atyának a képe. Aki annyira hosszan tűr, hogy egészen távolba észreveszi a hazatérő gyermeket, mert várja, mert hosszan tűrően várja, hogy hazaérjen, és elé tudjon sietni. Ez az a tűrés, a hosszan tűrés, amelyre Krisztus próbál bennünket megtanítani. Az a hosszan tűrés, amelyet Jézus mind a kereszt útján, mind kereszt halálában értünk tűr. Az a hosszan tűrés, hogy minden egyes alkalommal, amikor bűnöket követünk el és meggyónjuk, minden egyes alkalommal megbocsátja, mert ő hosszan tűr. Nincs az, amelyet mondhatnánk, hogy ez volt az utolsó csepp a pohárban. Nincs az, mint a 90-es évek elején a Família Kft-ben, amikor Esztergályos Cecília gyönyörű szépen mutatta, hogy eddig vagyok. Nincs betelve. Az igazi hosszantűrésnek nincs vége. Az Isten szeretetének, hazavárásának, türelmének nincs vége. Az igazi hosszúság éppen ezért ez, amelyet mondhatunk a leegyszerűsített végtelen szóval, de mégis érdemes megnézni, hogy ez a távolság, ez valóban akkor érthető meg, ha mindezt a türelemmel hozzuk párhuzamba. Megérteni, hogy mi az igazi magasság, az nem az embernek a képességeinek vagy a határainak folytonosan átlépése. Gagarin is megmondta, amikor fölment, hogy itt vagyok minden fölött, és hogy hol az Isten. Az Istent akkor értjük meg, hogy lehetek bármilyen magasan, akkor elfogadom, hogy ő akkor is fölöttem van. Mit jelent az igazi magasság, amikor Jézus kijelenti, hogy senkit se hívjatok atyának, vagy mesternek, vagy tanítónak, mert egyeti atyátok, egyeti tanítótok, egyeti mesteretek. A nagybetűvel írott atya, a nagybetűvel írott tanító, a nagybetűvel írott mester. Tibor atya az kisbetűvel van írva, úgy mint Nemecsek Ernőé. Nem mindegy. Mint atya, de elfogadom azt, hogy nem én vagyok a mindeneknek a mindene, hanem az Úr az, aki fölöttem van.
Az igazi magasság, hogy lehetek bármilyen magas beosztásban, bármilyen magas szerepben, akár családban, mint családfő, akár osztályban, mint osztályfőnök, akár szóvivő egy osztályban, amikor valaki viszi a szót, hogy mégse büntessék meg az osztályt annyira, mindig van fölötte valaki. A bíró, aki úgy ítél, hogy van fölöttem bíró. Nem én vagyok az abszolút értékbe vett bíró. Az igazi magasságot akkor értjük meg, ha elfogadom azt, hogy Isten a legmagasabb, aki fölöttem áll. És ez az, amelyet úgy szintén Jézus kereszten mutat meg számunkra, amikor valóban képes az atyához imádkozni, akkor is, amikor a legtávolabbnak érzi magát. Amikor a kereszten úgy imádkozik, hogy Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Úgy imádkozik, hogy az az érzése, mintha végtelen távolságba lenne az Istentől, és mégis azért imádkozik az Istenhez, mert ott van mellette, ott van fölötte. Bár minden hatalmat neki adott, mégis az atya akaratát cselekszi. Ez az igazi magasság, hogy megadom az első helyet az életemben az Istennek. És ebből fakadóan értjük meg ugyanígy, hogy mi az igazi mélység. Az, amit már az előbb is mondtunk, ahol valahol összeér a magasság és a mélység pont Krisztus keresztjénél, hogy a legmélyebb pontra, a metaforikus nyelven, amit az ember használ, a magasság az legtöbbször pozitív, a mélység pedig legtöbbször negatív jelentésű. Gondoltunk, fel vagyok dobva, vagy le vagyok sújtva. Két irány, és mégis két teljesen ellenkező előjelű hangulat. Éppen ezért a mélységben értjük meg a legtávolabbi helyet, bizonyos értelemben, ami az Istentől van. Amikor Jézus úgy imádkozik, hogy miért hagytál el engem. Ez a legtávolabbi pont. Hiszek egyben, úgy imádkozzuk, hogy alászállt a poklokra. Nem ment bele a pokol tornáca, az ajtaja, a küszöbe, hogyha úgy tetszik. A legtávolabbi pont, ami az Istentől van, így képletesen elképzelve. Az igazi mélység az ez. Mindannyian érezzük, mit érzünk akkor, vagy milyen az, amikor le vagyok sújtva. Amikor minden, de minden valahol így összecsap fölöttem, és a mélység sötétségében bóklászolok. És ebben az ember mindig magányt érez. De Jézus azért megy el ennyire mélyre, a képletesen szólva az Istentől való távolságban, hogy legyünk bármilyen mélyen mi is, azt tudjuk mondani, hogy ő átélte. Azért, hogy velem együtt tudjon érezni. Az, aki a legmagasabb és mindig fölöttem van, az azért alázza meg saját magát és megy a legmélyebbre, hogy velem együtt tudjon érezni. A horizontális vonal, mint magasságban és mélységben Jézus szívében találkozik. Elfogadom, hogy az Úr az, aki fölöttem van mindig. És elfogadom azt, hogy ez a fölöttem levő Isten képes magát annyira megalázni, hogy velem együtt tudjon érezni akkor, amikor lent vagyok, amikor a mélyben vagyok, amikor nem jön össze semmi. És ennek az egésznek az alapja, amit Pál is mondja, hogy a gyökeret verünk, vagy alapot vetünk a szeretetben, akkor fogjuk tudni felfogni, megérteni, megismerni Krisztusnak minden értelmet meghaladó szeretetét ebben a szélességben, amely át akar bennünket ölelni,
a hosszúságban, amellyel türelemben mindig, minden egyes alkalommal hazavár bennünket, aminek nincs vége, abban a magasságban, amelyben mindig fölöttem van, és abban a mélységben, amelyben együtt akar velem érezni az Úr. Amen.